Szép estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsugasítja vetőmagokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadás szül Isten iránt. Pál korintusiakhoz írt második levelében olvashatók ezek a sorok. Ez az ige útmutatás vezette azokat a hajdubihari gazdákat, szervezeteket, akik vetőmagot adtak és gyűjtöttek a kárpátaljai gazdáknak. Az adományokat a református szeretetszolgálatnak adták át, akik célba is juttatták a vetőmagokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdubihar megyei szervezetének tavaly év végén megválasztott elnöksége és az újonnan alakuló osztályok vezetői gyűltek össze múlt csütörtökön a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A konferencián Szólát Tibor elnök bejelentette, hogy 2,5 millió forint értékű vetőmagot juttatnak el Kárpátaljára. Kaptunk egy felkérést arra vonatkozólag, hogy a kárpátaljai gazdatársaink számára, mondjuk azt, hogy egy pici tavaszi meglepetéssel legyünk mi Hajdubihar megyei gazdák, egy vetőmaggyűjtést szerveztünk, és ennek szeretnénk majd az adományozó levelét átadni püspök úron keresztül a szeretetszolgálatnak, és nagyon reméljük, hogy ez egy olyan meglepetés lesz, ami szívet melengető lesz ott Kárpátalján. A gyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat kezdeményezte. Aki bőven vet, az bőven is arat. Jézus szavait idézte Fekete Károly. A tiszántúli református egyházkerület püspöke elmondta, az ukrajnai magyaroknak óriási szükségük van a segítségre. Több olyan szeretetintézmény működik Kárpátalján, amelyiknek van gazdasága, hiszen azon kellett fáradozniuk, hogy önellátóak legyenek, mert állami segítség nincs, az egyházra, illetve az anyaországra hagyatkozhatnak, vagy külföldi adományokra, a református szeretetszolgálat gyűjtéseire, és nagyon sok helyen van saját pékség, van saját nem csak konyhakert, hanem igazi kertjük van, ahol részben a dolgozók, részben az ellátottak munkálkodhatnak. A hajdubihari gazdák elsőként álltak a kezdeményezés mellé, de a tervek szerint több magyar gazdát vonnak majd be a következő gyűjtésbe. Emellett a személyes kapcsolatot is erősítenék a határon túliakkal. Abban maradtunk a gazdatársakkal, hogy a nyár folyamán pedig személyesen is meg fogjuk látogatni a adományozottokat, hiszen nem csak az érték fontos, hanem az, hogy személy szerint is és közel tudjunk egymáshoz kerülni, mint gazdatársak. Az ünnepélyes adománylevelet Szólát Tibor adta át Fekete Károly püspöknek és Balogh Barnabásnak, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész igazgatójának. Köszöntöm a stúdióban Balogh Barnabást, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkészét. Szép jó estét kívánok, áldás békesség. Áldás békesség, jó estét kívánok. Ugye hát láthattuk az előbbi bejátszás végén, hogy pont önnek és püspök úrnak adták át a hajdubihari gazdák azt a csomagot, adományozó levelet, amely mögött azért bőséggel van tartalom, vetőmag tartalom. Bár arról beszélt itt a Agrárkamara helyi elnöke, Szólát Tibor, hogy ez meglepetés lesz a kárpátaljai gazdáknak, de azért valóban meglepetés, de a korábbi években is volt már meglepetés. Persze addig csak próbáltuk úgy ezt kivitelezni, hogy ne legyen túlságosan nagy hírverése, viszont azt láttuk, hogy a nagy hírverésnek eredménye, nagyobb eredménye van, tehát mindig meg kell azt vívnunk magunkban, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, és amikor Szólát elnök urat megkerestem, akkor boldogan állt az ügy mellé, azt mondotta, hogy akkor országosra, vagy csak megyére, és akkor mondtam, hogy maradjunk a megyénél, majd kiterjesszük országosra. Meglepetés a kárpátaljaknak, mert 2-3 azért tudott róla, 2-3 intézményben jeleztem, hogy valószínű, hogy lesz, de még nem merek mondani semmit, hiszen az eredmények fölülmúlták messze a mi elvárásunkat, és mondtuk, 1 millió, 1,5 millió forint értékbe fog gyűlni. De hát a 2,5 millió az meghaladt, úgyhogy még több gazdának lesz meglepetés, és még több intézménynek, mert önfenntartó a legtöbb szeretett intézmény Kárpátalján, és a földjeikre meg ez nagyon fontos, hogy legalább spóroljanak nagyon jó minőségű vetőmaggal. Ez úgy megüti az ember fülét, hogy önfenntartó egy intézmény. Tehát ott úgy kell ezt elképzelni, mert ugye a magyarországi szeretetszolgálati intézményeket, idős otthon, egyebek otthonokat ismerünk,
azért hát meg tudja vásárolni. Ott azt kell elképzelni, hogy abszolút nincs erre lehetőség. Tehát valóban fenn kell tartaniuk egy csapatot, akik a meglévő földet megművelik, elvetik akár az innen érkezett magot, hogy legyen mit enni. Igen, ott tényleg azt látják, hogy mennyire fontos a magvetés. Egyrészt az a magvetés, amit mi itt végeztünk a szívekbe, lelkekbe, hogy akkor itt a szeretet maga teremjen meg először, és akkor az adakozás és adakozó jókedv, és akkor odakint pedig mondjuk visszatérve a Irgalmas Samaritánus otthonra, aminek gyűjtöttünk az idei református bálon, az az otthon 20 akár hány éve önfenntartó, 50 gyereket, leánykát nevelnek ott, és a kormánytól csak ellenőrzést kapnak, támogatást nem. És ha mi bármit viszünk, annak ők nagyon örülnek, de nagyon sok ilyen intézmény van, fogyatékosokkal ellátó intézmény, egy házi segítségnyújtás, idős otthon a Beregszászon, vagy a leányanya otthon, ahol befogadják azokat a leányokat, akik megestek, és az otthonukból, vagy a férjük elűzi, vagy a párjuk, és akkor nyilván ezekben a kis gazdaságokban, ha mi bármit viszünk, ezeket nagyon örömmel fogadják. Valaki nem is olyan rég így fogalmazott határon, igaz, hogy nem Kárpátalján, hanem épp délvidéken, hogy ne kenyeret hozzatok, vetőmagot. Igen, én azért gondoltam, mert nagyszerű ötlet volt és gondolata a magyarok kenyere, és azt kinkeservesen juttattuk ki. De ez, hogyha egy gazda átjön és 10 kiló vetőmagot átvisz, ezt meg tudja ő is oldani saját magának, de 10 kiló liszttel, 1000 forint értékű liszttel sokat nem ér, nagyobb a költség. És ebből kiindulva én gondoltam én is, hogy próbáljuk meg a gazdákat megkörnyékezni. És itt tényleg én úgy élem ezt meg húsvét után, mint ami az elvetett búzamag. Ha nem vetik el, egy maga marad. Krisztus feltámadása, elvettetett a mag, feltámadásban újraéled és új remény. És ezeknek is reményt is adunk tulajdonképpen ezeknek az embereknek azzal, hogy van együttérzés Magyarországon, a magyar gazdákban. Választás után azért ez most ebben is jó, hogyha megmutatkozik, hogy nem csak, hogy ide vagy oda nyomjuk azt a stemplit, nem erről van szó, a szívekbe kell legyen ott az a stempli, az a billog, a bélyegző, hogy mi együvé tartozunk, mi egy nemzetnek vagyunk a tagjai, egy gyökérből származunk. És ezt a szolidaritást, és amit Szólát elnök úr mondott, hogy majd átmegyünk nyáron. Tehát ez a remeg ebben, hogy igen, nem most megyünk el, mikor elvetik, most dolgozni kell. Majd, amikor ünnepelni kell, hogy itt van, és hálát kell adni, akkora jönnek majd át a gazdák. Én alig várom. Az aratás örömmel közös legyen. Így van. Na de itt ne csak erről beszélgessünk arról is, hogy a Református Szeretett Szolgálatnak számtalan programja indult, valósult meg itt a tavasz folyamán, meg hát ugye május előtt ott állunk, ha nem másra gondolunk, csak a Szeretett Hídra. Na de menjünk szépen sorjába. Itt a húsvét ünnepkörben is egy jelentős programmal álltak elő. Miért volt fontos húsvétra koncentrálni? A húsvét az azért, mert lelassul egy kicsit az élet, és ugye a szívekben is, meg a lelkekben is így elkezdenek a családra összpontosítani az emberek, és akkor ilyenkor meg kell húzni a harangot, hogy testvérek, ne csak magunkra figyeljünk, nekem is könnyebb otthon ülni nagypénteken, nagyszombaton, meg húsvétkor, és azt a kollégáknak, hogy fogjunk össze legalább ételosztás, vagy tartós élelmiszerosztás, és ez nagyon nagyszerűen sikerült, akár a karitatív testülettel összefogva, akár csak a Szeretett Szolgálat külön, vagy a többi segélyszervezettel. Ennek nagyon-nagyon jó vízhangja volt. És a másik pedig az, hogy van egy önkéntes programunk, ami folyamatos február óta, akkor a Szeretett Híd, amit májusban fogunk, 10 éves évfordulója lesz, tehát nagyon sok minden bontakozik, illetve folytatódik. Na, nézzük az önkéntes programot. Az mindig úgy érdekli az embert, hogy vannak-e ma önkéntesek, akik szívesen áldoznak az idejükből? Nem csak a pénztárcára gondolok, mert sokkal fontosabb, hogy az időből adjanak. Igen, mert aki az idejét adja, önmagát adja. Aki a pénzt adja, az esetleg a lelkiismereteit akarja megnyugtatni, és egy kicsit is balzsam a saját maga lelkének adtam, kézbe van fejezve. Most a húsvéti ünnepségen tapasztaltam azt meg, hogy pillanatok alatt visszamondták, hogy utolsó 48 órában egyik másik a segítséget, és akkor elkezdtem telefonálgatni. És mikor elmondtam, hogy mit kellene csinálni és miért, akkor nagy volt a lelkesedés. Én azt hittem, hogy olyan leráznak, hogy na most szombat, mit gondolok én. És annyian gyűltünk össze, bőségesen jutott idő megkenni a szendvicseket, elkészíteni az ételt, kiosztani, körbejárni a megfelelő pontokat. Tehát van egy nagy lelkesedés, és volt olyan, aki azt mondta, hogy ha nekem miért nem szóltál?
nem is mertelek fel megkérdezni, mint anyaként, hogy te szombaton el tudsz jönni segíteni. Hát van. És most pedig szinte azt mondhatom, hogy az is az önkéntesség, amikor valaki, azt tapasztaljuk meg, hogy egyre többen telefonálnak, hogy akár hagyaték, vagy adomány, vagy pénzadomány. A múlt nap egy teljesen ismeretlen fiatalember telefon Nagyerdőből, hogy ő pénzt szeretne adományozni, milyen módon tudja ezt megtenni. Tehát érződött, hogy 20-30 év közötti a hangjáról, tehát az önkéntes adakozás, az önkéntes hozzájárulás, és nekünk éppen ez a feladatunk, hogy érzékenyítsük azokat, akik még nem elég érzékenyek erre a témára, de úgy, hogy ne magunk hiúságát legyesztessük sem az övéket, hanem tényleg érezzék meg azt, hogy mennyire jó adni. Az önkéntes program mennyire jó és alkalmas arra, hogy felhívja a szeretett szolgálat, a szeretett szolgálatnak az egy-egy munkatársa arra a figyelmet, hogy végül is Krisztusi útra lépés az, amikor az ember odaáldozza magát. Én most szeretnék idehozni egy-két olyan önkéntest, aki most például a programban, az önkéntes programban van, akik a meghirdetett önkéntes programokban úgy vesznek részt, hogy heti 20 órát teljesítenek, és nem tudunk olyan munkát adni neki, megbízást, amit ne vállalna szívesen. Akár átjön egy adományosztásra Erdélybe, ilyen is le is vittem, ez már idő, a saját plusz idejéből tette. Vagy ha kell, mindig odaugrik be, ha kell ruhát válogat, élelmiszert válogat, vagy élelmiszergyűjt. Egy tüneményes kislány, 18 éves vagy 20 éves, leérettségezett, és azt gondolta, hogy neki ez most megfelel, tökéletes ez a program, ezt érte találták ki. Nem jutott be se. Egyetemre a munkahelye, amit kapott, keresett magának érettség után, az nem felelt meg, és itt pedig remekül érzi. Tehát mi, akik eljönnek, és elindítottuk ezt az önkéntes programot februárban, és folyamatosan lehet jelentkezni, hangsúlyozom az önkéntes programra, érettségizett vagy szakképzettség nélküli 18 évüket betöltött fiúknak, leányoknak, és egy fél évet töltenek nálunk. Ez angol nyelvvizsgát tehetnek majd, illetve tanfolyamot finanszírozunk, és a jogosítvány megszerzéséig az iskolát finanszírozzuk számukra. Tehát, és a végén, a program végén egy bizonyos egyösszegű adományt is adunk. Ez egy kormányprogram, ez egy EFO program, tehát ezt mindenkinek szeretettel ajánlom, aki leérettségizik, nem fogja tudni, hogy hova akar menni. Júniusban azt mondjuk, hogy tessék, gyere hozzánk, szeretett szolgálathoz egy fél évre, gazdag programot tudunk biztosítani számodra. És talán megtalálod a jövő hivatásodat is, ha megszereted. Na de gondolom, az a fajta önkéntesség is működik, ami nem ilyen programok kereteken belül, hanem azt mondja, hogy mindenféle az életem mellett, hogy az édesanyja is szóba keveredett, hogy ilyen szempontból mennyire tud missziós eszköz lenni az önkéntesség. Ez is nagyon fontos, mert nyilván, hogy akikkel mi kapcsolatban vagyunk, azok kell, hogy lássák a mi motiváltságunkat, azok kell, hogy hallják azt a reggeli igét, amivel mi elindulunk, illetve kell, hogy lássák azt a személyes példát, amikor elviszünk egy adományt, vagy mikor fogadunk egy adományt. Egyrészt, hogy ott legyen bennünk, mindig bennünk is a hála, és ne fumigáljuk le az adományt. A másrészt, amikor továbbadjuk, lássák azt, hogy soha nem alázzuk meg a rászorulót, hanem ott van bennünk a krisztusi alázat, mi alázzuk meg magunkat azelőtt, akinek átadjuk az adományt, és éreztetni azt, hogy mi csak továbbadjuk azt, amit kapunk, és ott van bennünk az a hála az Úristenért, hogy mi adhatunk, mi továbbadhatunk. Mi is eszközökké válunk. Így van. Na és ilyen szempontból nézve a Szeretett Híd ugye idén már 10 esztendeje, hogy elindult. Igen. Visszanézve a 10 esztendőre, mennyire látja sikeresnek? A tavalyit számomra a csúcs volt, az eddigiekről, én 8 éve dolgozom a Szeretett Szolgálatnál, tavaly Nagyváradon volt határon túl a megnyitó konvent volt, az egyetemes kon püspökök, főgondokok ott voltak, és Nagyváradon a színház előtt hatalmas ünnepség keretében volt a megnyitó, és a városgazdálkodásnak az igazgatója, Dacian Paladit, aki 5 szót tud a maximum magyarul, megkértem, hogy olvass el a Szeretett Himnuszt románul, egy baptista hívő ember, azt mondta, hogy nekem ez szívügyem, én Váradi vagyok, és gyere el, és ünnepeljünk közösen. És utána süteményosztás, almaosztás a város főterén, be a polgármesteri hivatalba, a főutcán, csak néztek a románok, magyarok, hogy mi ez. Ez a Szeretett Híd határok nélkül, mi határok nélkül szeretjük ezt az országot. Persze ők nem értették a két értelmiségét ennek, de mi tényleg határok nélkül szeretjük a Kárpát-medenceieket és a Kárpát-medencében élőket, és hogy ott elhangzódjon a Szeretett Himnusz magyarul, románul a főtéren, kihangosítva a rendőrség, mindenki hallatára, és osztjuk az adományokat egyik hivatalból a másikba. Na, az idén a 10 éves, ez is
egy nagyot kell, hogy szóljon, de gyönyörű volt ez a tavalyi, az az 500 éves évfordulóval volt, nyilván ott akkor az is közre játszott, hogy a reformáció 500 éves évfordulóját is ünnepeltük, nyilván nem májusban, hanem októberben, de ez egy időben is, térben is egy gyönyörű, szép ívű híd volt. Idén Debrecenben hogyan alakulnak a programok, mire lehet jelentkezni, mi a cél? Nézzük a helyszínt, keresünk a helyszínt, hogy ki fogja ezt elvállalni. Megvannak a fejekben az elképzelések, még nem merem elkiabálni, hogy hol lesz, mert egyezkedés folyik az intézményekkel. Valószínű, vagy egy fogyatékos intézményt fogunk, vagy egy idős otthont fogunk, egy szociális intézményt kiválasztani, ahol akár belső vagy a folyósóknak, közösségi termeknek a festése lesz, nagy játék lehetőség a gyerekeknek aznap, találkozás a generációk között, a helyőrségi zenekar mindig részt vesz, és ők nagyon szeretik ezeket az alkalmakat. A másik pedig az, hogy szeretnénk nagyon sok gyülekezetbe is, szeretett híd előtt is, és utána kiszállni, és ott is helyi ünnepségeket szervezni, segíteni a lelkészeket egy kicsit a szervezésben, és a szeretett szolgálat programjának a megismertetésében, és hogy minél több híd pillére legyen a szeretett hídnak Magyarországon. Igen, ebben fogalmazódik az a kérdés, hogy a gyülekezetek mennyire érzik magukénak a szeretett szolgálatot, és persze így aztán a szeretett hitat is. Ott, ahol a lelkész már fölépített egy kis csapatot, ott nagyon könnyű, de tovább folytatni. De volt nekem egy nagyon kedves holland főnököm, aki azt mondotta, hogy a döglött lovat nem lehet húzni. Hát ez egy nagyon csúnya szóhasználat, de valóban azt a lovat hajtjuk, amelyik húz. És mi is azt szeretnénk azokkal a gyülekezetekkel erősíteni a kapcsolatot, erősítsd az erőst, hogy még erősebb legyen, mert esetleg a többi környébeli gyülekezeteken ő is tud segíteni. Hát adja Isten, hogy minél többen ismerjék föl azt, hogy van értelme odalépni, mert a szeretet szolgálat, hogyha szétbontjuk szeretetnek a szolgálata, az egy csodálatos adomány az Istentől, hogy mi is lehetünk eszközei módon az Úristen országának építésében. Köszönöm. Hát adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. Mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölít titeket a világ. János evangéliumából szólal meg Istennek az igéje Olá István lelkész tolmácsolásában. Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a televízió képernyője előtt. János evangéliumából olvasom az igét, a 15. fejezetnek a 16. versét. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. S arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Jézus Krisztus szavait olvastam a Szentírásból, a tanítványokhoz szól, és abban erősíti meg őket, hogy őket Isten választotta ki erre a szolgálatra, erre a feladatra. És azt gondolom, óriási üzenettel bír ez számunkra is, hiszen a mai világban, amelyben élünk, nagyon sokan azt mondják és úgy gondolják, hogy az ő kezükben van az irányítás. Ők azok, akik a dolgok fölött vannak és mindennel rendelkezhetnek. De a Szentírást olvasva rájön az ember arra, hogy nem a mi kezünkben van az igazi irányítás, hanem Isten az, aki vezeti az embernek az életét. És Szentírást olvasva rájövünk arra, hogy valóban Isten kiválasztja az övéit. És miért választja ki? Azért, mert szeret bennünket. És Pál apostol beszél arra az efézusi levélben, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztja az övéit. Vagyis mielőtt mi megszülettünk volna, te és én, azelőtt Isten már tudott rólunk. Benne voltunk az ő tervében. Már tervezte a mi életünket. És ugye ez a második nagy üzenet ennek az igének, hogy Istennek van egy terve az ember életével, amit végre akar hajtani rajtunk keresztül, célba akar juttatni bennünket, mindnyájunkat. És hogyan választ ki az Isten, vagy egyáltalán milyen az ő munkamódszere, kiket választ ki? Gondolkodjunk ezen egy kicsit. Pál apostol azt írja a korintusi levélben, hogy azokat választja ki az Isten, akik nem előkelők, nem megbecsült emberek, nem bölcseket választja ki, hanem a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, és,
És valóban az Isten munkája meglátszik, hiszen Jézus Krisztus is ezt bizonyítja, hiszen ő kikhez fordult? Nem a társadalmi elitet hívja magához, hanem pont ellenkezőleg a tanítványokra nézve, akikhez szól ez az ige, kik ők? Hát halászemberek voltak, vámszedő, aki szintén nem a társadalmi ranglétra tetején állt, hanem valahol a társadalom alján. Egyszerű embereket hívott el Jézus, és ő rájuk bízza az evangélium hirdetésének a szolgálatát. És Jézus maga is kikhez fordul? Az elesett emberekhez, betegekhez, a társadalom peremére szorultakhoz. Hozzájuk megy, hozzájuk viszi az evangéliumot. Nem hatalmas filozófusokat, bölcseket válasz ki, hatalmas nagy, mai szóval mondva, tudással, diplomával, értelmi, nem az értelmiségi réteget hívja magához, hanem másokat szólít meg, hiszen az evangélium üzenetére ők vannak rászorulva. De ha visszatekintünk az Ószövetség világába, ott is ugyanezt tapasztaljuk meg. Gondoljuk csak bele, ott áll Mózes az elhívás akkor a csipkebokornál, és az Isten mondja, hogy menjen vissza Egyiptomba, és szabadítsa ki az ő népét. És Mózes ugye egyáltalán nem lelkesedik, nem örül ennek a feladatnak. És azt mondja, azzal próbálja elhárítani Istennek a küldetését, hogy nem alkalmas, mert nem tud beszélni, és Mózesnek azt mondja az Isten, semmi baj, képessé teszlek arra, hogy elvégezd a feladatodat, hiszen én veled leszek mindig, ne félj. Vagy ott van Dávid, a későbbi király, emlékszünk a történetre, amikor Sámuel próféta elmegy Isaihoz, és ő kiállítja a fiait, és jön Sámuel próféta, hogy felkenje a királyt, és Sámuel meg van győződve arról, ahogyan Isai is, hogy hát ezek közül a fiúk közül fog majd kikerülni a következő király. De nem, mert Dávid még ott van a mezőn, akit haza kell hívni, pedig vele senki nem számít, és Isten mégis őt választja ki királynak. Ő lesz a későbbi uralkodó, és tőle származik ugye majd a megváltó Jézus családfájában, ő benne van. Ilyen az Isten munkamódszere, így választ ki bennünket. És miért választ ki bennünket? Erőtlen embereket? Hát azért, hogy rajtunk keresztül mutassa meg a hatalmát. És azt mondja Jézus a tanítványainak itt ezen a helyen, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Mert mi az értelme az Isten választásának? Hát az, hogy gyümölcsöket teremünk, de mi a gyümölcs? Kérdezhetjük. A gyümölcs az, ami meglátszik az életünkön. Mert teremjük azokat a gyümölcsöket, amit Istentől kapunk. Mert a hitnek vannak gyümölcsei. Ez az Isten szeretete, az Isten öröme, az Isten békessége, ami átsugárzik a mi életünkön. Sugározzuk ezt mi a világba. Megmutatjuk ezeket a gyümölcsöket, mert Jézus azt mondja, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. És igen, a megtért ember, az Isten embere, az gyümölcsöket terem, ami nem önmagában véve neki öröm, hanem azoknak, akiknek adhat belőle. Mert ez az evangélium öröme, mert az evangéliumot, ha tovább mondjuk, átadjuk annak az örömét, békességét, reménységét, akkor ez megsokszorozódik ebben a világban, és ez az, amit szétoszthatok, és nekem mégis megmarad, sőt, én még jobban megerősödök benne. Én azt kívánom a testvéreknek, akikkel most együtt vagyok itt a képernyőn keresztül, hogy erősödjenek meg Isten választásában, és erősödjenek meg abban, hogy Isten valóban gyümölcstermésre hívott el bennünket, és ezeket a gyümölcsöket, amiket tőle nyerünk hitáltal, azokat mutassuk meg, vállaljuk fel ebben a világban, és így tegyünk már, így legyen ez másoknak is örömévé. Így legyen. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten, április 19-én ismét várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!